Magyarország királynéjaként ígérem, teljesítem kötelességem országommal szemben. Engem a nép szeretete emelt a királynéjává. Ugyanezen szeretettel fogok közeledni a néphez, és mindent megteszek, hogy a magyarok boldogok legyenek. Mindent meg fogok tenni, ami hatalmamban áll, hogy a magyar nemzetet boldoggá tegyem. A legendássá vált Sziszi filmsorozatból hallhattuk Erzsébet királyné esküjét, melyet magyar királynévá koronázásakor mondott el, legalábbis az Ernst Mariska rendezte filmben. Erzsébetnek fordulatokban gazdag, regényesnek is nevezhető életét számtalan legenda is átszövi, melyek mind a mai napig elevenen éltetik őt rajongói, tisztelői szívében. Ami biztos, hogy Sziszi korának kiemelkedő szépsége volt, aki meghatározta az akkori udvar hölgyeinek viseletét is. A kecskeméti cifrapalotában Erzsébet királyné ruháinak több hiteles másolata is megtekinthető egy tavaly nyílt kiállítás keretében, amely a technika segítségével, jelenleg a zárt múzeumi ajtók ellenére is a világhálón bebarangolható. A Cédli Mónika ruhatervező által készített hiteles viseletrekonstrukciók pedig nem csak szűken szabva Erzsébet királyné életéről, hanem a fantáziánkat bőven elengedve a viseletkészítő életútjáról is mesélnek. Ez a történet gyerekkoromra nyúlik vissza, hiszen a családomnak 1886-tól üzlete volt a Dorottya utcában, ahol is hát olyan termékeket árultak, amiket az arisztokrácia vásárolt. A nagymamám is egyébként ruhákat készített meg, az édesanyám is, meg a keresztmama is, tehát náluk mindenki női ruhákkal foglalkozott, úgyhogy az otthon fellelt tárgyak, amiket persze nem mondtak meg akkor, hogy ezek micsodák, meg honnan vannak, azokat pici koromtól nézegettem. Keszkenőket, kesztyűket, szép csipkéket, tehát mik voltak ezek a tárgyak? Igen, voltak otthon kesztyűk, csipkegallérok, csipkeanyagmaradványok, korabeli báli legyezők, tehát olyanok, amik ma már a múzeumban vannak, és hát ezek voltak azok a tárgyak, amiknek a finomsága, az egyedi kidolgozása olyan volt, hogy már eleve az ember egy minőségre vágyik. Tehát én így nőttem fel ezeknek a ruháknak bűveletébe. Én 5 éves korom óta rajzoltam Erzsébet királyné ruháját, tudattalanul, és ezt is csak ugye 2004-ben jöttem rá, hogy melyik ruhát is rajzolom, akkor kezdtem el kutatni Erzsébet királyné után, illetve az első történetem az lett volna csak, hogy elkészítem Erzsébet királyné úgymond 150 évig ismert Rábedink fotóról készült koronázási ruháját, de mire 2007-re elkészítettem magát a ruhát, már biztos voltam benne, hogy Erzsébet királyné nem ezt a ruhát viselte, és ebben a formában a koronázáson, és 2017-re csináltam meg az igazit, amit már biztosan tudunk, hogy 1867-ben Erzsébet királyné ezt a ruhát, amely a Székely Bertalan festményen látható viselte a koronázáson. Tehát akkor 2004-ben történt az a nagy fordulat, ami egyfajta gyógyulást is hozott önnek. Hát igen, tulajdonképpen akkor volt egy nagyobb műtétem, és hát elég elkeseredtem, mert nem nagyon sikerült a gyógyulásom. És akkor volt az, hogy hát több időm volt múzeumokba sétálgatni, és ugye a Gödöllői Királyi Kastélyban megtekintettem a nagy koronázási festményt, és ahogy elkezdtem Erzsébet királynéval foglalkozni, én úgy gyógyultam meg. És ezt mindig mondom is az emberek, mert nagyon érdekes, hogyha nagyon el vagyunk úgy keseredve, akkor valahogy, ha az ember a művészetekhez nyúl, én szerintem gyógyír lehet bármire. Erzsébet koronázási ruháját készítette először, ami, mint már említette, mégsem az volt egész pontosan, mint ami a valóságban volt, és azóta sok-sok viseletet elkészített. Összesen hány ruháját készítette el újra Erzsébetnek, meg egyáltalán az udvarnak, ugye már Ferenczi Ida ruhája is látható most Kecskeméten, sőt, Andrássy Gyula díszmagyar ruhája is látható, ami szintén hiteles másolatok. Tulajdonképpen az ember, mikor kutat, meg olvas, meg levelezéseket, mert ugye mindig azt szoktam mondani, hogy én jobb szeretek mindenről 100%-ig meggyőződni, ami azt jelenti, hogy nem csak írásokra, könyvekre alapulóan kutatunk, hanem elmegyünk, megnézzünk eredeti. Tehát mondjuk lehet egy festmény, és ez például ugye 1854-es festményre vonatkozik, ahol is Erzsébet királynét megfestették az első díszmagyarjába, ami Zsófiától kapott, és például ennek a festménynek a szoknyájának a színe. Egyes fotókon sajnos nem stimmel, és ezért ilyenkor elmegyünk, és megnéztem ennek a ruhának az eredeti festményét, pontosan azért, hogy a szín tökéletesebb legyen. Valamint ugyanez vonatkozik egy piros bársonyú szájra is, az 1859-es, ami meg a Magyar Nemzeti Múzeumban található, hogy megnézzük az eredetiket. És a levelezések is egy segítséget nyújt nekünk. És így, hogy ezeket a dokumentumokat keressük, olvasuk, nézegetjük, hát bizony például találtunk Andrássyhoz is, és Ferenczi Idához is történeteket, amiket úgy gondoltam,
gondoltam, hogy érdekes, és mivel 14 darab Erzsébet királyné ruharekonstrukciót készítettünk el, és ez a lánykorától haláláig tudja átölelni magát a divatot is, így úgy gondoltuk, hogy mutassunk be olyan ruhákat is, és ilyen Ferenc Idának a ruhája, ami mondjuk túlmutat Erzsébet királyné korán, úgyhogy Ferenc Idának így és ezért az időskori ruháját készítettük el, ami festményeken és későbbi fotókon látható. Melyek azok a stílusjegyek, amelyek jellemzőek Erzsébet királynére, hiszen most már 14 ruha hiteles rekonstrukcióját elkészítette, tehát ön tényleg minden fodrát, minden hímzését, minden mintáját ismeri ezeknek a ruháknak. Mi jellemző Erzsébet királynéra? Erzsébet királynéra tudni kell, hogy magasabb volt, mint az átlag egy jó 10 centivel, mert abban az időszakban ugye az átlag magasság az ilyen 160-165 környékén volt, és Erzsébet királyné 170 cm magas volt. Tehát ez már eleve kitűnt a tömegből, tehát egy nagyon magas karcsú alakot kell elképzelni. Ehhez tartozott a nagyon vékony 50 centi környéki dereka, valamint egy dús kebel, ami 80 cm fölött volt. Tehát a derék és a mellközti különbség közel 30 cm volt, ami látványilag is már eleve egy nagyon karcsú megjelenést kölcsönzött Erzsébetnek, valamint a menése is egy ilyen könnyed, légies volt, tehát abszolút nem tűnt nehézkesnek. Tudjuk, hogy Rudolf halála után általában fekete ruhát viselt közel halál előtt 10 éven keresztül, de jól is állt neki, hiszen lánykorától kezdve is szerette a feketét. Hogyha említem itt az 1865-ös fekete bársony ruháját, ami egy jellegzetes Erzsébet ruha, ahol megjelenik a fekete bársony ruha maga, egy nagyon szép, szoros övcsattal, és magán a ruhán gyönyörű hófehér csipkedíszítések, egy szép masnis zsabó a nyakába, valamint az ujjánál is gyönyörű szép kis finom csipkefodor, és itt jegyezném meg, hogy Erzsébetnek ez is egy nagy ismérve volt, hogy olyan csipkéket választott magának, ami mindenkor is minőségi csipkék volt. Erzsébet nagyon szerette a brüsszeli csipkét és a chantilly csipkét, még hogyha csak egy pici csipkefodor is volt, de az is minőségi volt a ruháján. Én ebben látom a szépségének a rejtelmét. Akkor nem véletlen, vagy nem tévedés az, hogy azt mondják Erzsébet királynéről, hogy valóban meghatározta az akkori korszak divatját, hatott az őt körülvevő hölgyekre, udvartartásra. Igen, ez így van, de tudni kell, hogy Erzsébet király nem akar divatot diktálni. Ő mindig szigorúan a saját ízlésének megfelelően válogatott a divatból. Ezért is volt olyan egyedi a megjelenése, és soha nem volt túlzó. Erzsébet királyném ebből volt nagyszerű, hogy ő mindig úgy tudott válogatni a ruhák közül, hogy ő egybefolt ezekkel a ruhákkal, és ezzel közösen tűnt ki tulajdonképpen abból a tömegből, ami az arisztokrácia jellemző volt, hogy sokszor tényleg túlzók voltak. Erzsébet király ruhái között soha nem volt olyan, amíg túlzottan túlzó lett volna. Tehát ezért gondolom, hogy hatott, mert mindenki számára egy elfogadott, nagyon elegáns küllemet tudott reprezentálni, akár egy hétköznapi ruhában, akár pedig len egy ünnepi viseletben. Hogyha valaki a Kecskeméti Cifrapalota weboldalán megnézi ezt a bejárható Sziszi kiállítást, akkor azt tapasztalja, hogy nagyon sok minden van itt összegyűjtve, fényképek, dokumentumok, tárgyak, szinte teljes egészében felöleli a kiállítás Erzsébet királyné életét, és ugye az egyik legizgalmasabb színfoltja a kiállításnak ez a sok korhű viselet, de azt lehet mondani, hogy több intézményből kellett összegyűjtögetni ezeket a tárgyakat, ezeket az érdekességeket, hogy ennyire színes legyen ez a kiállítás. Igen, hát ezt a kiállítást dr. Pallagi Mária volt az, aki összeállította, és én nagyon is örültem neki, hiszen közel 2 éven keresztül kommunikálhattuk magát le a kiállítást, mert ennyi ideig tartott, míg összerakta, és nagyon sokszor tudtam vele beszélni Erzsébet királynéről és magáról a családról, hiszen tudjuk, hogy például Mária Valériának az életét is kutatja, és nekem megint csak azt mondhatom, hogy egy fantasztikus barátság szövődött, és hát ez jó Erzsébetben, hogy megismerünk olyan fantasztikus embereket is, mint a Mária, akik a jövőre nézve is tudják segíteni a mi Erzsébet királynéhoz valódó kutatásainkat. 14 hiteles ruharekonstrukció készült el Erzsébet királyné ruhatárából. Tervez újabbakat megvalósítani? Igen. Hát igen, ez borzalom. Tehát szoktam mondani, amikor ezt kérdezik, én mindig az, nem, hát mindig ez az utolsó, persze, hogy tervezünk. Ez egy hobbi. És hát senki nem szokta a hobbiát egyik napról a másikra abba hagyni, úgyhogy én se fogom. Igen, tervezünk még, nem is egy ruhát, de itt nagyon sok attól függ, hogy milyen anyagot tudunk beszerezni, hol tudunk olyan csipkét vásárolni, vagy hogy tudunk úgy hímeztetni, ahogy azt az eredeti ruhát érdemes előállítani. Tervben van, és a lehető legtökéletesebben próbáljuk meg megint előállítani két ruhának is majd a másolatát az elkövetkezendő időkben. Egy-egy ilyen ruhakölteménynek az elkészítése évekig tart. Évekig tart maga a kutatómunka, és utána évekig
tart magának a ruhakölteménynek az elkészítése is. Mégis mi az, ami mindig újabb és újabb lendületet és erőt ad önnek, hogy még egy ruhát, még egy ruhát, még egy ruhát? Mi olyan családban élünk, hogy mivel mindenki nagyjából var, azért mi azért egymást húzzuk, egymást próbáljuk meg támogatni, most is ebbe az időszakba, amikor hát bevallom őszintén, lassan már egy éve nincsen munkánk semmi sem. Azt mondtam, hogy nem fogom föladni. Itt van az embernek a családja, aki mindig azt mondja, hogy de hát ez majd el fog múlni, de majd holnap után jobb lesz, és ez a szűk családi kör van az, amire az ember mindig számíthat. Nekem nagyon kedves volt egy időszak, amikor is a gyerekeim rendszeresen halott pénzkoncentre jártak, és egyszer, amikor egy ilyen koncertre elmentem a gyerekek, akkor nagyon megtetszett, amikor feladnád daluk, tehát itt jól meg van fogalmazva, hogy az embernek mindig tovább kell lépni, úgyhogy ez az, ami nekem az egyik kedvenc zeném lett. Én ott leszek, mikor feladnád, amikor a fejedet lehajtanád. Én már nem hagylak el, mert az életem összenőtt veled. Összetört álmokból recycling. Régen előre vittek a vitáink. Hogyha semmi nincs, amiért aggódnál, nyisd ki a szótárt a pokolnál. Hogyha vonszolod, hogyha nem gurul, hogyha nem jön össze ma semmi úgy, akkor csörög rám 0-30, munka nélkül tudod, siker nincs. Szeretek inni, ha boldog vagyok, és szeretek élni, hogyha rád nézek. Szeretet nélkül üres a napom, az esküvődön majd DJ-zek. Ez egy lelki Airbnb, amit együtt vettünk most ki. Gyere maradj, ameddig akarsz, és várjuk együtt a tavaszt. Én ott leszek, mikor feladnád, amikor a fejedet lehajtanád. Én már nem hagylak el, mert az életem összenőtt veled teljesen. Én ott leszek, mikor feladnád. Doktól nem lesz majd igazad, és néha majd nem leled igazod. Néha úgy érzed, elnyel a sivatag, de ha önmagad elhagyod, mi marad? A felhők közt is esőre várnak azok, akik éheznek oda lent. Néha falhoz löknek azok, akik régen lógtak a szíveden. Voltam én eleget egyedül ahhoz, hogy tudjam, mi a remény. A szemem alatti táskákból lett halott pénz Facebook esemény. Ez egy lelki Airbnb, amit együtt vettünk most ki. Gyere maradj, ameddig akarsz, és várjuk együtt a tavaszt. Én ott leszek, mikor feladnád, amikor a fejedet lehajtanád. Én már nem hagylak el, mert az életem összenőtt veled teljesen. Elvigyen a tél, nem szürkének születtél, nem hagyom.